Békés Márta pedagógus gyerek. Sokan mondják, hogy könnyű nekem, mert az anyukám tanító. Nem tudom, mert irigykednek, mert én nem sok előnyét élvezem annak, hogy pedagógus gyereke vagyok. Amikor kicsi voltam, anyu állandóan fejleszteni próbált. Szerintem unta a és vágyott már a munkájára ezért tanórákat tartott nekem. És ha valamit jól tudtam, akkor mosolygós pecsétet kaptam. Na, ezt azért szerettem, de amikor gyes után visszament dolgozni, véget ért a jó világ. Mindig fáradtan, idegesen jött haza. Nem volt már energiája velem foglalkozni ha ugráltam az ágyon? Rám kiabált, hogy kíméljem az idegeit. Az íróasztalak ki sem látszott a dolgozat füzetektől. Amikor először mentem iskolába, a nagy kapkodásban otthon felejtettük az iskolatáskát. Tündenéni akkor még csak mosolygott. Másnap, amikor csupán a toltartó maradt otthon, már valami olyasmit mondott, hogy a susternek lyukas a cipője. Anyu az első szülői értekezleten az utolsó pillanatban esett be az ajtón, és a holmiait a tündenéni asztalára pakolta le. Aztán, amikor észrevette, hogy nem neki kell tartania az értekezletet, Gyorsan keresett magának egy helyet, jó hátul. Otthon hallottam, amikor apunak mondta, hogy ez a tünde annyi mindent követel, és hogy milyen nehéz a táska, meg hogy végig attól retteget, hogy őt akarják a szülői munkaközösség elnökének, de szerencsére megúszta. Az apu mosolyogva mondta, hogy a hóhér takasztják, aztán anyu lassan beletanult, hogy mit kell csinálni a barikád másik oldalán. Így mondta. De azért a tájékoztató füzetemet még ma is sokszor a nevelő kézjegyénél írja alá.